Az októberi választásokon Szegvári Ernőnének szavaztak bizalmat a kiszomboriak, továbbra is ő a település polgármestere. Kiszombor első emberes stábunknak ismertette a következő év terveit. A nagyközség több pályázatot nyert meg az elmúlt időszakban, van, ahol a kivitelezés még hátra van. Az egyik a kerékpárút építése, itt már kiválasztottuk a kivitelezőt, átadtuk a munkaterületet, és hát az időjárás függvényében elkezdik majd a földmunkákat. Ez a kiszombort Makóval összeködő kerékpárút, nagy szükség van rá, várják már a kiszomboriak, de az átjáró makóiak is. A másik pedig, miután mi nem voltunk adósságkonszolidációba érintettek, mi kaptunk 112 millió forintot, ebből intézményeinket fogjuk felújítani, a polgármesteri hivatalt, művelődési házat, a könyvtárat és az idősek otthonát, és még ehhez kellett nekünk többlet támogatás is, de a kerékpárúthoz is, amit most a kormány a decemberi döntésével meg is adott Kiszombornak, Lázár János országgyűlési képviselő úr segített nekünk ebben, tehát elhárultak az akadályok, itt is elkezdődhet a munka. Volt még egy harmadik, a kamerarendszer kiépítése Kiszomboron, itt 47 kamerát 10 helyen helyezünk ki, ez már a befejezéséhez közeledik, és működésbe lép. Megoldódnak olyan problémák, hogy a temetőbe a virágokat elviszik, temetőbe is kerül, a bejövő utakhoz kerülnek kamerák, a főtéri részre. A lezáruló projektek mellett vannak elképzelések a jövőt illetően is. Vannak intézményeink, ahol napelemes rendszert szeretnénk kiépíteni, beadott pályázatunk van, várjuk a döntést. A polgármesteri hivatalt érinti az óvodát, a művelődési házat, és szeretnénk, hogyha ezzel spórolni tudnánk, és be tudna lépni ez a napelemes rendszer a villamos energia megtermelésébe, és ezzel olcsóbbak tudunk lenni. A Rónai kúriának a felső szintjét be kellene fejezni, van 12 bérlakásunk, ahol már a fűtést korszerűsíteni kellene. A Rónai kastély egy óriási feladatunk, és nagy adósságunk a lakosságnak. Bízunk hozzá, hogy ebben az 5 éves ciklusban ez megvalósulhat, és bízunk hozzá, hogy a sok apróbb és nagyobb feladatot majd el tudjuk végezni az 5 év végére. A legnagyobb és a polgármester legfontosabb célja tehát a Rónai kastély felújítása. A kastélynál mindig a funkció a probléma. Szeretnénk ebből, ugye volt korábban már beszélgetés még a megyei önkormányzattal, amikor a megye volt a fenntartója a múzeumoknak, és akár múzeumi raktár is lehetne ebből, és kutatóhely lehetne, és kulturális célokat szolgálna. Na most ezeket a megoldásokat keressük, hogy mi lehet az, ami egy olyan funkció, ami nem az önkormányzatnak jelenti a napi működési költséget, mert mi egy ekkora épületet nem fogunk tudni évről évre eltartani. Ezt meg kell találjuk, és hát ott van a gyönyörű parkja, amit rendbe kellene hozni, és lehet, hogy egy kicsit visszafele fogunk dolgozni, hogy először a parkban lépünk, és majd utána pedig az épület felújításában.